Rákóczi gépállomás Deák Adi Bercsényi Dózsa, ez nem egy új buszjárat útvonala, hanem a Mikulás késő délutáni esti útja, amivel a gyerekeket szerette volna megörvendeztetni. Múlt évben két csodaszép paci húzta a járművet, de ez most az esős idő miatt másként alakult. Mi az egészségháznál találkoztunk a kedves csapattal. Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás, gyere már, minden gyerek vár. Kukli, cukor, csokoládé, jaj, de jó, de az minden csökjó gyereknek nem van jó. Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás, gyere már, minden gyerek vár. Kukli, cukor, csokoládé, jaj, de jó, de az minden csökjó gyereknek nem van jó. A locsmocs időben türelmesen vártak a gyerekek, és megérte, mert feltűnt a Mikulás a Manóival. Sziasztok, gyerekek! Szervusztok, gyerekek! Szervusztok, gyerekek! Télapó bácsi, gyere fel az eresz alá! Jövök, Manó! Oda engeditek az öreg Télapót, hogy leüljön a padra? Köszönjük! Na, igen, jók vagytok! Először név szerint szeretnénk szólítani gyerekeket. Kérem, ők jöjjenek név szerint ki először. Mindenkinek jutott ajándék, amit a gyerekek mosolyjal, énekkel köszöntek meg. Télapó itt van, mindenki tudja? Igen. Akkor Télapó itt van. Ez csak a félutas megálló volt, a Mikulást és a Manóit, később a postánál, a tűzoltó toronynál, a művelődési jásznál, de még a Nagy Híd környékén és a Lehel utcánál is látták. Nekünk jó, nekünk jó, nekünk jó. Jövőre ismételjük, ha jó lesz.